Köszöntöm a kedves hallgatókat, és arra kérek mindenkit, aki rendszeresen hallgatja a csatornánkat, de még nem tette meg, iratkozzon fel a csatornánkra. Nagy tisztelettel köszöntöm Kis Benedek Józsefet, a vonal túlsó végén biztonságpolitikai szakértőt, egyetemi tanárt. Jó napot kívánok! Kedves csókolom, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Önnel még nem beszélgettem, mióta Donald Trump nyerte meg az amerikai elnök választásokat, úgyhogy hogy legyen ez a kezdő kérdésem. Mit szólt az eredményekhez, és mit vár Donald Trumpnak az elnökségétől, most konkrétan a közel-keletre koncentrálva? Hát nem volt olyan nagyon nagy meglepetés, hogy Donald Trump megnyeri a választásokat, ugyanakkor levőktek legalábbis nála mindenképpen azok az intézetek, akik itt különböző előrejelzésekkel foglalkoztak. Nagyon csalódtam velük, azt el kell, hogy mondjam. De az igazság az, hogy én úgy gondolom, hogy valami lendületet fog vinni a Donald Trump abba a helyzetben, ami jelenleg van. Hát most a közel-kelet kapcsán ugye az a fő téma, mert nem csak a közel-keletre koncentráljuk, bár én úgy gondolom, hogy első Amerika rendbe tétele, tehát azzal foglalkozik elsősorban. Most, hogyha megnézzük, hogy milyen csapattal próbálja magát körbevenni, és most már azért alakulnak, hogy ki lesz a külügyminiszter, ki lesz a nemzetbiztonsági főtanácsadó, tehát a kulcsemberek, akkor azért lehet látni azt, hogy azért külpolitikára is komolyan oda fog figyelni, és egész határozott intézkedéseket fognak tenni. Hogy ez milyen eredménye jár, azt még most egyelőre korai megjósolni, de én úgy gondolom, hogy mindenképpen proaktív intézkedésekre kell számítani az Egyesült Államokban a közel-kelet vonatkozásában. Én úgy látom, hogy itt, amikor elkezdték azt a úgynevezett Abraham megállapodás sorozatot, amit ugye a veje Kushner fölpróbált tető alá hozni, több-kevesebb sikerrel, már azért mondhatjuk azt, hogy siker is volt, hiszen 3-4 országgal kötöttek megállapodás, sajnálatos módon a gázai háború ezt az egészet felborította, és hát most azt lehet látni, hogy az előző időszakban, már mint a Biden időszakban, nem nagy előrehaladás volt, sőt, inkább visszafejlődés ezen a területen. Hát kérdés az, hogy milyen megállapodás lesz mondjuk a Benjamin Netanyahu-val, azt tudjuk, hogy a Trump elnök, illetve a Netanyahu között jó a viszont, sokkal jobb, mint a Biden esetében. Tehát ebben az esetben én úgy gondolom, hogy támogatni fogják azt a törekvést, hogy lehetőleg minél előbb leállítsák ezt a szörnyű háborút, ami gázai övezetben is, most már Libanonban is van. De a kérdés az, hogy ebben hogyan tudnak megegyezni. Én úgy látom, hogy jelenleg azért az amerikai és az izraeli álláspont nem teljesen fedi egymást, hiszen Netanyahu folytatni akarja azt a háborút, amit ugye elkezdett, és fene tudja, hogy ez még meddig fog tartani, akár Gáza, akár Libanon esetében, amerikaiak meg le akarják állítani. Tehát itt van egy elég kemény ellentmondás, viszont azt semmiképpen nem szabad elfelejteni, hogyha itt az amerikaiak valami egyéb keményebb intézkedést vezetnek be, akkor Benjamin Netanyahu nem kifejezetten jó helyzetbe kerül. Hát tudjuk azt, hogy a napokban leváltott a kalandvédelmi minisztert, és az azzal én úgy látom, hogy inkább a háború irányába mennek, mert Gallant ugye azt javasolta, hogy a Rafa környéki területről vonuljanak ki, Philadelphia folyosóra gondoltam egész konkrétan, és hát gyakorlatilag az történjen a jövőben, hogy mindent meg kell tenni a túszok kiszabadítása érdekében. Látszik, hogy ez az izraeli társadalom is követeli, ugyanakkor Netanyahu rendkívül kellemetlen helyzetben van, mert ugye neki is szólni kell valamit arról, hogy fel akarja számolni a Hamaszt, ami nyilván nem fog bekövetkezni soha az életbe, illetve nehéz ilyet mondani, de nem sok esély van rá, mert egy szervezet nem lehet meg egy ideológiát megszüntetni, amúgy meg komoly támogatása van külföldről. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a túszokat, ha nem engedik ki, akkor megszorul a hurok a Benjamin Netanyahu nyakán, mert belső kormányválság lehetséges, illetve hát azt lehet tapasztalni, hogy komoly tüntetések vannak, teljesen érthető módon. Azt is lehet látni, és ez egy nagyon, nagyon kellemetlen dolog, hogy a kormány abból a szempontból is veszélyben van, hogy be akarja hívni a Netanyahu a Yeshiva bókereket, tehát a vallásos iskolák hallgatóit,
katonai szolgálatra, amire azt mondták a vallásprofártok kormányban lévő képviselői, illetve a parlamentben lévő emberek, hogy akkor ők kilépnek a kormányból. Ha kilépnek a kormányból, akkor az azt jelenti, hogy választások lesznek Izraelben, amit most Benjamin Netanyahu nem szeretne, mert egészen biztos. Nagy az esély annak, hogy elveszíteni ezt a választást. Tehát én úgy látom, hogy egy nagyon kellemetlen helyzet alakult ki. Ezen kívül ott van Irán. Iránnal kapcsolatban azért én úgy látom, hogy a leendő amerikai vezetők nem támogatják a háborút, tehát hogy indítson Izrael háborút, és Netanyahu is tisztában van azzal, hogyha elindít egy háborút Irán ellen, amire már ugye most tettek kezdeti lépéseket és meggyengítették az iráni légvédelmet, akkor azt lehet látni, hogy ezt ő folytatni akarja. Hogy aztán most a Trump ebben a témában mit akar is támogatja-e ebben az izraeli miniszterelnököt, abban nem vagyok biztos, ugyanis hát ő inkább azt szeretné, hogy ne kezdjen el egy új konfliktus, már pedig Iránnal nem egy kis konfliktus kezdődne, hanem egy nagy háború, amiben megint ellentétek vannak. Tehát nem kerek ez a labda teljesen, úgyhogy én úgy vélem, hogy itt belső viták lesznek, egyeztetések lesznek, hát látjuk, hogy most már a Netanyahu többször kereste az amerikai elnököt, most már mondjátok azt nyugodtan, már csak a beiktatás jelzik, kereste az elnököt, és hát próbálnak egyeztetni. Én úgy gondolom, hogy 20-áig az egyeztetések folyamatban lesznek, nem tartom valószínűleg, hogy egyedül elmer kezdeni, hát egyébként sincs még elnök, csak 20-a után, január 20-a után, tehát addig nem akar a Netanyahu se háború kezdeni, bár nála nehéz ezt tudni pontosan, hogy milyen szándékai vannak. Tehát én úgy látom, hogy ez nem egy gyors megoldás lehetőségét kínálja ez az amerikai elnökválasztás ezen a területen, és hát remélem, hogy talán január 20-a után komolyabb egyeztetésre kerül a sor, és esetleg olyan intézkedéseket tudnak tenni, aminek következtében ezt a háborút elhalasztják. Tehát nem csak értem meg most egy akkora országgal, mint Irán háborút kezdeni, nem beszélve arról, hogy az Egyesült Államoknak sem lenne jó. Abban az esetben ugye még az Ábrahám megállapodást, amit meggyőződésem szerint folytatni akarnak, ebben az esetben úgy gondolom, hogy a háború nem használna, mert akkor az Ábrahám megállapodásnak is befellegzett, legalábbis nem valószínű, hogy ezt tudnák folytatni, még akkor is az iráni vezetés az a síta vonalat képviseli. Említette, hogy Amerika és Izraelnek az álláspontja nem egyezik, nem találkozik, viszont az talán elmondható lesz a következő időszakra, hogy a személyes kapcsolat az jobb lesz Netanyahu és Trump között, mint Netanyahu és Biden között, vagy lett volna esetleg Harris között. Nem tudom, hogy ez mennyiben változtat egyébként ezeken az érdekfeszültségeken, mennyire könnyebb kompromisszumot kötni, illetve arra szeretnék még kitérni, amit mondott, hogy Gallant pénzügyminisztert menesztették, mert a sajtóban az is megjelent, hogy azért menesztették, mert demokrata bekötése volt, leegyszerűsítve a kérdést, tehát nagyon jóba volt az amerikai demokratákkal, és minthogyha ki is beszélt volna a kormányból, tehát olyan információkat adott át, vagy hozott be, amelyek nem voltak teljesen egységben az izraeli kormánynak az álláspontjával. Nyilván, hogy ezt más egyéb kormányokban sem szívesen látják egyébként. Igen, hát ez is benne van, bár szerintem több a pletyka, mint a valóság, mert azért ezek egy vonalat képviselnek, tehát hogy izraeli nemzeti érdeke képviselik, legfeljebb nem ugyanazzal a módszerrel és nem ugyanazzal az intenzitással. Az tény, hogy nyilván nem voltak ők olyan nagyon jó viszonyban, a Netanyahu és a Biden elnök, hát mondhatnám azt, elég ritkán találkoztak az utóbbi időben, és a Gallantra ez nem volt jellemző. Viszont úgy gondolom, hogy itt elsősorban a hadsereg alkalmazásával kapcsolatos kérdések azok a dolgok, amelyek itt felmerültek fő kifogásként. Nem hiszem, hogy itt a elnökkel olyan viszony tudnak, vagy tudott volna, biztos, hogy jó viszonyban voltak, de azért nem írja fölül az izraeli kormánynak a politikáját azt, hogy most mit mond a védelmi miniszter. Hát most már ez a meccs, ez úgy tűnik, hogy lejátszódott, tehát most már ő kiszállt a kormányból, és azt lehet látni, hogy inkább egy agresszívabb kormány van. Valószínű ez lesz az Egyesült Államokban is, legalábbis ezekben a témákban. Tehát két agresszív nézet bőfene tudja, hogy mi fog kiderülni. Tehát egyelőre ez nagyon-nagyon bizonytalan az én véleményem szerint. Itt egy
megoldás lenne, amit sajnos nem nagyon láthatunk, nem nagyon jelezhetünk előre, hogy megegyeznek a palesztinokkal, vagy nem. De erre mindjárt jön egy következő kérdés, hogy ki kell egyezzenek meg. Tehát nincs partner a másik oldalon, és ha nincs partner, akkor nehezen megy a megegyezés. Amerikára szeretnék egy picit kitérni, aztán visszatérek majd Izraelre, ugyanis a Wall Street Journal szerint egy olyan kabinetet alakítanának ki a tervek szerint Amerikában, amely valamilyen szinten jogosult lenne felülvizsgálni a négycsillagos tiszteket, illetve javasolni a vezetésre alkalmatlannak ítélt személyeknek az eltávolítását. És itt azokra a tábornokokra lehet kihegyezve egyébként ez a tervezet, amelyet ugye hát ébredett hívnak angolul, mi szerintem itt a Vogue szót használhatjuk, ami talán így érthetőbbé teszi a dolgokat. Tehát azokra a tisztekre, akik a katonai felkészültség rovására sokszínűséget támogatják a hadseregben, illetve ezért kerültek pozíciókba. Nem tudom, hogy hallottam már egyébként erről a tervezetről, ha esetleg nem, így most hirtelen mit gondol róla? Hát én úgy gondolom, hogy nem ez a fő probléma jelenleg az amerikai hadseregnek, bár vannak azért másképp gondolkodó emberek elég sokan. Én el tudom képzelni azt, hogy egy felülvizsgálatot fognak végrehajtani, mint ahogy most éppen az folyik az Egyesült Államokban is a politikai körökben, hogy azokat, akik a Trump adminisztrációban benne lesznek, alaposan átnézik, alaposan átvizsgálják. Most nyilvánvalóan négycsillagos tábornok az azt jelenti, hogy katonai körzetparancsnokok, magasabb egységparancsnokok, tehát nyilván meghatározó személyiségek, és ebben az esetben el tudom képzelni, hogy ezeket meg fogják vizsgálni, és néhánytól meg fognak szabadulni. Különösen azoknál az embereknél, akik rendkívüli módon kötődtek a demokrata kormányzathoz. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek van reális alapja. Nem mondom azt, hogy most ez a legnagyobb probléma, de egy adminisztrációváltásnak ez is részét képezi, vagy képezheti, hiszen a magasabb parancsnoki szinteken elképzelhető a vezetőváltás is. Akkor térjünk rá a kinevezésekre, amelyek Izraelt is érintik. Mike Huckabee lehet Izraelnek a nagykövete, amerikai nagykövete, és ezzel kapcsolatban kérdezném a véleményét. Ő ugye egy nagyon izraelbarát evangélikus lelkész a hírek szerint, illetve ahogy láttam, itt több kinevezést is úgy interpretáltak a médiában, hogy egy nagyon izraelcentrikus embereket sikerült összeválogatni a Trumpnak, akár Marco Rubio-ra, ha gondolunk, mi külön miniszterre, illetve a nemzetvédelmi tanácsadó is, akit ön is említett. Mit gondol, itt a kinevezések alapján azért egy sokkal Izrael barátabb politika várható a következő időszakban? Én úgy gondolom, hogy igen. Én nem tudok arra példát mondani, hogy olyan nagykövetet neveztek volna ki Tel Avivba, vagy Jeruzsálembe, aki nem Izrael barát lett volna. Hát, és ezek általában a vallásokat illetően természetesen zsidók, és ezeket fogják kinevezni. Izraellel jó kapcsolat van, ez a két ország közötti kapcsolat az nem fog rossz útra térni semmiképpen, tehát erre nagyon oda fognak figyelni. Tehát éppen ezért abból, hogy kit neveznek ki nagykövetnek, nem lehet messze menő következtetés levonni, mert csak olyat nevezhetnek ki, és olyat fognak kinevezni, ahogy eddig is történt, aki Izrael barát. Tehát itt a nagykövet gyakorlatilag majdnem, hogy hát most kicsit túlzásan mondom, de majdnem benne van az izraeli kormányban, tehát őt mindig megkérdezik, meghallgatják. Én szolgáltam, ott láttam másik oldalon, hogy hogyan működik ez, de olyan nem volt, hogy nem volt nyitva nekik a kapujuk, akkor mentek be a különböző kormányszervezetekhez az amerikaiak, amikor akartak, hát ebben benne van a politikai egyetértés, és természetesen benne van az a szerény amerikai támogatás, amit Izrael kap minden évben. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a gyakorlat a jövőben is meg fog maradni, illetve értékelésem szerint most a Trump kormányzattal ez még inkább intenzíven lesz, mert ismeretes is az előbb beszéltünk róla, hogy kormányzati szinten azért voltak megnyilvánulások. Nagykövetet ez nem érintette, tehát a nagykövet az mindenképpen követi azt a politikát, hogy Izraelt mindenben támogatja, de hát mondjuk nem ő határozza meg a két országnak a viszonyát. Tehát itt lehet látni azt a gyakorlatot, hogy a nagykövetnek rendkívül fontos feladata, amerikai nagykövetnek Izraelben. Megjelent valahol, emlékszem, ebben az esetben mindig úgy néztek rá, mint egy abszolút Izrael barát ember. Kicsit Nyugat-Európa, Franciaország.
Amsterdamban történt események, amelyek során izraeli szurkolókat támadtak meg, nagy felháborodást keltett, és most holnap csütörtökön zajlana egy másik meccs, Izrael és Franciaország labdarúgó mérkőzésre kerülne sor, és többen kérik a francia hatóságokat, vagy a belügyminisztert konkrétan, hogy helyezzék át a meccset egy biztonságosabb helyre az országban, ugyanis ráadásul egy olyan kerületben kerülne ez megtartásra, amelyet, hát ilyen, tehát, hogy amely sűrűn lakott bevándorlókkal, talán ez a megfogalmazás ez így helytálló, és hát nagyon sokan félnek attól, hogy hasonló atrocitásokra kerülhet sor. 4000 rendőrt fognak egyébként szolgálatba helyezni ennek a mérkőzésnek az apropóján. Mit gondol erről az egész helyzetről, ami kialakult itt Nyugat-Európában? Nyilván a közel-keleti háborúnak egyfajta lecsapódását látjuk, vagy ez csak egy indok arra, hogy egyébként is meglévő gyűlöletet, feszültséget most felszínre lehet hozni? Egyértelműen a gázai háborúnak a lecsapódását látjuk, és hát tapasztalhatjuk azt, hogy Franciaországban vannak a legnagyobb ellentétek. Izrael szemben is meglehetősen kemény a francia megfogalmazás, tehát ők azért beolvasnak rendesen, illetve különböző intézkedéseket hoznak. Ezt pedig, hogy olyan helyre teszik a futballmérkőzést, és szerintem rendkívül súlyos hiba a francia hatóságok részére nem szabadna. Tehát ezzel gyakorlatilag szítják a tüzet, és előidézhetnek egy olyan esemény sorozatot, ami egyáltalán nem várható. Ráadásul ugye azt tapasztaljuk az utóbbi időben, hogy a politika befészkelte magát a sportba is, ezt tapasztaltuk máshol is. Én úgy gondolom, hogy ezt kormányzati szinten kellene megoldani a franciáknak. Kérdés az, hogy van-e egyáltalán erre politikai szándék. Egyáltalán, hogy a politika benne van, már nem jó, de ha egy ilyen helyzet alakult ki, akkor itt a politikának lépni kell. Nem szabadna olyan helyre vinni egy mérkőzést, és itt szerepe van a hatóságoknak is természetesen, akinek olyan javaslatot kéne hozni, hogy okay, rendben van, ezt ne itt rendezzék. Hát látszik, hogy más meccseknél is például ugye elhoztak Magyarországra izraeli csapatnak, a Makabinek a meccsét, ami azt jelenti, hogy ők is arra törekszenek, hogy lehetőleg biztonságos környezetben kerüljön sor egy ilyen mérkőzésre. Hát a franciáknál pont ellentétesen van, ami egyáltalán nem jó, és nem megnyugtató oda menő szurkolók esetében, már pedig azt tudjuk, hogy ennek a csapatnak azért meglehetősen sok szurkolója van, tehát azokat nem nagyon érdekli, hogy most milyen a politikai helyzet, oldják meg ezt a kérdést, és ebből hát nyilván később kormányzati feszültség is lehet, ha valami történik. Na most jobb félni, mint megijedni, tehát én szerintem már előre kellene olyan intézkedéseket hozni, hogy ilyenre ne is kerülhessen sor. Az pedig ott kezdődik, hogy nem ott kéne tartani meccset. Hosszú távon látja megoldását ennek a helyzetnek, az, hogy Nyugat-Európában egy nagy számú muzulmán lakosság érkezett meg az elmúlt években, évtizedekben, akik egyébként meg is tartják ezt a vallást, ezzel együtt jár az, hogy akár a zsidósággal, kereszténységgel valamilyen módon egy szembenállás tapasztalható. Mit lát itt hosszú távon megoldásként? Hogyan lehet ezeket a feszültségeket csökkenteni, akár feloldani? Én sajnos se rövid, se hosszú távon megoldást nem látok, mert azok, akik már itt vannak Európában, azok nem akarnak visszamenni. Hát lenne egy olyan megoldás, ami nagyon lassan halad előre, tehát gyakorlatilag a radikális elemeket kellene kiszűrni, és hogyha azok nem tevékenykednének úgy, ahogy most tevékenykednek, akkor talán jobb lenne a helyzet, de ez... Erre azt tudom mondani, hogy nem évek, hanem évtizedeknek a problematikája. Nagyon, nagyon összefüggő különböző feladatok jelentkeznek, amiket meg kellene oldani. Ennek jelenleg lehetőségét nem látom. Tehát kellene egy Európai Unió szintű, és kellene egy olyan nemzeti szabályzás, mert nyilván az Európai Uniónak nem az a feladata, hogy ezeket megoldja az egyes tagállamokban, a tagállamoknak kéne intézkedéseket hozni, de ez annyira elmérgesedett ez a helyzet már, és emiatt merem azt mondani, hogy ennek rövid távú megoldása nincs, hosszú távon meg elég meredek dolog jósolni, mert nyilvánvaló, hogy ezek az emberek nem fognak onnan elmenni, ott fognak maradni, és hogyha nem megfelelő körülmények között már még számukra elfogadható élnek, akkor marad a radikalizáció, és maradnak azok a veszélyhelyzetek, amiket az elmúlt években láttunk. Tehát én nem látok ebbe megoldás jelenleg.
És a megoldás gondolom hiányzik a Közel-Keleten is az ott folyó konfliktusokkal kapcsolatban, ahogy célzott is rá, hogy akár ugye a Gázával kapcsolatos hadműveleteknek a lezárása, vagy a békekötés, no de kivel, és akkor ott van Libanonnak a kérdése is. Hogyan látja, hogy ebben az évben valamilyen szinten pont kerülhet ezeknek a végére? Tehát Benjamin vagy Donald Trumpnak a beiktatására lezárulhatnak ezek a konfliktusok? Én szerintem nem zárulhatnak le, mert az okok nem szűnnek meg. Ha az okok nem szűnnek meg, akkor a konfliktus nem zárulhat le. Tehát itt valamilyen engedményeket kellene tenni a palesztinoknak, be kéne fejezni ezt a teljes lezártságot, ezt a teljes szeparációt. A palesztinoknak meg kéne jegyezni saját magukkal, tehát a különböző szárnyak, akár a Fatahon belül nézzék, akár a Hamas helyzetét nézzék a gázai övezetben, választásokat kellene csinálni, jelenleg nincs partner, tehát egyszerűen nem látok olyan lehetőséget, hogy ebből ki tudjanak menni, sem rövid, sem középtávon. A libanoni helyzet az talán egyszerűbb lehet, mert ott most azért elég kemény fellépés valósít meg az izraeli hadsereg, de azért Libanonnál talán könnyebb a megoldás. Ez megint nem feltétlenül Libanonon múlik. Az egész libanoni helyzet kulcskérdése az gyakorlatilag Iránban van. Na most a probléma az, és ezért vagyok pessimista, a probléma az, hogy a libanoni Hezbollah többször kifejtette, hogy addig, míg a gázai kérdés meg nem oldják, addig gyakorlatilag nem lehet azzal számolni, hogy ők befejeznék Izrael elleni támadást. Fegyverük van, rakéták bőségesen vannak, tehát ennek a lehetősége, megint ami a megoldást illeti, rövid távon szerintem nem megoldhatatlan. Én úgy gondolom, hogy ez egy, ahogy már 1948 óta tart, ez egy elhúzódó, hosszú konfliktus. Nem látok az izraeli vezetésben sem jelenleg olyan lehetőséget, hogy ők megegyeznének. Hát tudjuk, hogy a ortodox vallási pártok azzal foglalkoznak, hogy Gázából nem kéne kijönni, sőt, zsidó telepeket kéne létrehozni, hadseregnek állandóan ott kéne maradni. Na most ebből nagy megegyezést én nem látok. Szomorú hír, de nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélni. Kis Benedek József volt a vendégünk, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár. Minden jót kívánunk! Köszönöm szépen, kezdjük csókolom a viszontlátásra.